Sok szeretettel köszöntöm az egybegyűlteket és a rádió hallgatókat is, akik a Bartók Rádiót hallgatják, és engedjék meg, hogy üdvözöljem itt Takács Nagy Gábort. Az apropója annak, hogy összegyűltünk az, hogy néhány hete jelent meg a Deutsche Grammophon kiadó gondozásában a Beethoven 9 szimfóniája Gábor vezényletével és a Verbier Fesztivál kamarazenekarával. Az albumnak az a címe, hogy Utazás Beethoven körül, vagy Beethoven utazás. Tulajdonképpen végig gondolva Gábornak a pályafutását, én úgy gondoltam, hogy nagyjából ilyen három részre tudnánk osztani a Gábor utazását Beethoven körül, és így is fogunk haladni majd a beszélgetésben. Az első részben beszélünk arról, hogy az ő nagymestereitől mit kapott Beethoven ügyben a Zeneakadémián. A következő etap ugye az ő kamarazenészi tevékenysége, tehát ugye a Beethoveni életműnek egy hatalmas nagy része a vonós négyes. És hát nyilván, amikor a Takács Kvartettel Gáborék még koncerteztek, lemezeket vettek föl, akkor Beethoven minden nap szinte előjött. És a harmadik rész pedig ez, amit most éppen megjelent a lemezen, a szimfóniák. Kezdjük azzal, hogy mikor találkoztál először Beethovennel és hogyan? Szüleim vittek koncertre engem a Zeneakadémiára. Talán 12 éves lettem, a papámmal mentem, Ferencsik János vezényelt Beethoven szimfóniákat, talán szem. De igazándiból éles lövészetben 16-17 éves koromban, 1973-ban Rados Ferenc, fantasztikus muzsikus és tanár, Beethoven ámol hegedű zongora szonátával dolgoztunk, és akkor egy új világ tárult ki előttem, szellemi, fizikai, spirituális készenlétbe helyezett engem. Aztán bekerültem a Zeneakadémiára, Beethoven Ez-dur, vonós négyes és opusz 74 első tételt vettük Mihály tanárúrral, és akkor indultunk fél évvel később a házi versenyen a Zeneakadémián a kvartettünkkel. Éder kvartett nyerte meg azt a versenyt, mi csak ilyen zöldfülű kezdők voltunk, de akkor többen a zsűriből, zeneakadémiai professzorok odajöttek hozzánk, hogy nagy potenciálunk van. A Zeneakadémián nagyon szerencsések voltunk, mert fantasztikus tanáraink voltak. Mihály András, Kurták György, Rados Ferenc tanított minket, és az 1977-től pedig Devics tanárul, Devics Sándor, aki a Bartók vonós négyesnek volt a tagja, ővele is kezdtünk dolgozni. Banda Ede a Tátrai Kvartettből dolgozott velünk. Szóval óriási kaliberű emberekkel találkoztunk, és aztán 1979-ben, 23 voltam, kikerültünk az Amadeus vonós négyes angliai mesterkurzusára Aldboróba. Emlékszem, első óra volt, elsőegedűsen Norbert Brennin-nel. Akkor láttam Stradivárit először életemben. A Brennin úr kinyitotta a hegedűtokat, én meg ott csurgon nyállal nézem, hogy ez egy Stradivári? És erre azt mondja, fiúk, nézzétek, ezek az unokáim. És akkor, hát igen, hát persze, hi-hi-hi-hu-hu, és akkor mutassa, hát a hegedű az nem érdekes, az unokák. Ma már értem, hogy miről van szó, de akkor nem értettem. És be voltunk természetesen tojva, hogy egy ilyen óriási ember előtt vagyunk, és ilyenkor mindenkibe fölmerül az az első reflex, csak ne hibázzunk fizikailag, játszunk együtt, ne legyen hamis. Ebből az következett, hogy eljátszottuk az első tételt, akkor azt mondja a Brennin, nagy csönd, akkor gondoltuk, Jézus Mária, mi lesz itt? Erre azt mondja, hát ide figyeljetek, fiúk, így még a világon van 5000 kvartett, aki ezt így eljátsz. Hát ez úgy éreztük magunkat, mint a gladiátor, aki a római császár, azt mondja. Hát nem tudjátok, hogy a zene spiritualitás sugárzása, nem tudjátok, hogy a zenélés célja a darab szellemi tartalmának és emocionális tartalmának sugárzása. Fantasztikus órát kaptunk, és nem hagyta, hogy mi ne játszunk 200%-osan benne a darab szellemi, spirituális tartalmában. Másnap a Brácsásnak, Sidlovnak játszottuk ugyanazt a tételt, másnap délután ugyanazt a tételt kérte a második hegedűs Nissel is, a harmadnap Martin Lavett, a csellista, ugyanazt az egy tételt kérte, és megdöbbenéssel tapasztaltuk, hogy nem ugyanazt kérték mindenbe. Akkor ők már fölvették a Deutsche Grammophonnal, ők voltak a nagy Deutsche Grammophon művészek, és akkor volt egy fogadás a negyedik napon, és kérdeztük, hát hogy van az, hogy még artikuláció, sőt, még tempó, és karakterbe is árnyalatnyi differenciák voltak. És akkor azt mondták, hát persze, fiúk, egyikünk se találkozott Beethovennel, mi állandóan egész életünkben keressük, hogy mi lehet a legigazabb út,
Hogy képzelhette el? Természetesen a színpadon mi megbeszéltük, hogy így játsszuk, de mindannyiunknak van egyéni vágya, álma, és mivel most találkoztunk egy nagyon tehetséges kvartettel, mi akartuk hallani, hogy az egyéni ötleteink tényleg jók-e. De én a 17 Beethoven-t sose vettem föl lemezre, mert 1992-ben kész probléma miatt eljöttem a kvartettből. Hiába volt a Decca Londonnal céggel már szerződésünk, de mással vették föl mind a 17-et, sőt, Grammy nagydíjat is kaptak a fiúk, arra büszke vagyok. De mind a 17 kvartettet eljátszottuk. Tehát a kvartettben rengeteg tapasztalatot szereztem Beethovenről. A karmesterség úgy kezdődött, 1997-től Varga Tibor óriási hegedű művész volt, karmester és pedagógus, és ott tanítottam kamarazenét. 2002 elején fölhívott: Takács úr, én idén szeptember elején Grazba fogok tanítani, vezényelnie zenekaromat. Mondom: Varga úr, nagyon nagy örömmel, de még sose vezényeltem. Tehát úgy lassan kezdett így fölépülni a dolog, és 2005-ben Martin Engström, aki a Verbier Fesztiválnak volt az alapítója és igazgatója, lejött az egyik koncertra, amit én vezényeltem ott a templomban, és meghallgatta a koncertet. Ennek nyomán egy évre rá meghívott, 2006-ban már Verbier Fesztiválon vezényeltem Emmanuel Axot, nagy zongoristát. Pár évvel később Martár Gericset is vezényelhettem. Szóval egyébként a Martin Engströmmel most jött ki egy könyv az életéről, és azt írja, hogy 2005-ben láttam először Gábort vezényelni, és azt láttam, hogy rengeteget mozog. Még annál is többet, mint rengeteget. Persze tudom, de azt mondja, ami szólt, az viszont óriási volt. És mikor direkt összeeresztettem a Gábort a Verbier kamarazenekarral 2006-ban, mert akkor Maxim Vengerov már kezdett nem ráérni. Maxim Vengerov volt a művészeti vezetője a Verbier kamarazenekarnak, és amikor megkérdeztem a zenekart szavazással, hogy ki legyen a Maxim Vengerov utódja, akkor állítólag 100%-os szavazattal én kaptam meg a Verbier kamarazenekar művészeti vezetését. Ott kezdtél vezényelni Beethoven szimfóniákat. Igen. És ez sok-sok évnek a termése. Igen. 2009-ben vezényeltem először ott a fesztiválon Beethovent. 2011-ben, két év múlva, azt hiszem a negyedik szimfóniát. Minden évben, 2013-ban az Eroica, már megvolt 6 Beethoven szimfónia felvétel, és 2019-ben Martin Engströmnél voltam vacsorán, és azt mondja: Gábor, jó hírem van, megmutattuk a Deutsche embereinek, és azt mondják: hoppá, ez nem semmi. És ezek élő felvételek, tehát ha jól sikerül, akkor most a 7., 8., 9. szimfóniát fölvesszük, és ki fogják adni. Szerintem térjünk rá akkor egyes szimfóniákra, hogyha... Az első szimfóniából első tétel 2009-ben vettük föl. Thank you.
Most ide hozzátenném azt, hogy az első szimfónia úgy érzem lehetne a 105. Haydn szimfónia. Tanult is nála, de az egy megdöbbentő dolog, hogy ez egy C-dur szimfónia, és az első akkord, ahogy elkezdődik, nincs is C-durban, ugyanis C, E, G, B, ez a B-nek semmi köze a C-durhoz, mint hogyha mákos tésztába uborkát találnának. És akkor megéreztem, és ez a nagyon nehéz a Beethovenben, hogy az egyik oldalon tigrisnek kell belül lenni, tűznyelőnek, de a másik oldalról nem lehet elveszteni a szervező intellektuális agyat sem. Mehetünk a második tételre. Egy szimfónia második tétele általában lassú tétel, sőt, majdnem mindig, 99%-ban. Itt valószínűleg az első hegedű, vagy egy fúvós csoport egy gyönyörű dallamot játszik. És itt a második hegedű kezd egyedül tánc. Beírja, hogy pianissimo. Én mindig megdöbbentem azon, hogy nagy karmestereknél mi nem szól pianissimo-ba a felvétel. Mert így se szól. A mikrofon kicsit felerősíti, és én később írtam ebben kapcsolatban a Deutsche Grammophon keverő cégnek, legyen szívesek, vigyék le, de nem tudjuk ennél jobban levinni. Tehát most kritizálom magunkat, ezt sajnálom, hogy ez nem pianissimón kezdődik, de szinte lehetetlen lemezen. Harmadik. Nagyon jó sikerült ez a tétel, de ez érdekes, hogy néha az emberen rajta van valami csillagállás, ebben semmit nem kellett javítani. Minden melódia ebben a műben fölfelé irányuló. Vagy pedig ezek nagyon érdekes dolgok, ez a pozitív, a fény felé menés is benne van. Ismétlem, nagyszerű kollégák meg játékosok nélkül sehol nem lenne ez a lemez. Negyedik. Thank you.
Na itt két érdekes történet. Néhol nem minden harmónia teljesen tiszta a játékban. Mi nem javítottunk ki mindent valahol direkt, és a Deutsche Grammophon elnöke és a vezérkara megállapodott abban, hogy az, hogy ez egy élő felvétel, abban benne van a pakliba, hogy nincs minden ki suvickolva. És azt mondta az elnök, hogy egyébként úgyis tele van a piac olyan stúdió felvételekkel, ami technikailag fenomenális, minden ki van pucolva, viszont nem él annyira, mint esetleg ez. Na most a bevezető, ezt én utólag tudtam meg, ez a bevezető, ez karmester képzés, meg vizsgákon, karmester versenyeken, ez egy hírhet állás az elején. Itt rengeteget tanultam, Felix Weingartner, az egy nagy karmester volt, ő vette föl először 1929-ben az összes Beethoven szimfóniát, és utána olvastam, és ő még hallotta Nikist, Arthur Nikist, aki a berlinieknek volt az első karmestere, a 19. század végén, sőt Hans Richtert is, aki Brahms és Wagner barátja volt, és mindegyik úgy vezényelte ezt, nem úgy, ahogy ma, a modern felvételke van, hogy pam papim tadam tinim, improvizatív. Nem metronomikus, hanem abban az időben ez egy ilyen improvizatív keresgélő volt. És ez az improvizatív keresgélő játékmód valahol nekem könnyebbé tette a magát a vezénylését is, mert én hirtelen muzsikus lehettem, nem közlekedési rendőr, vagy nem tudom, hogy mondjam. És egyszer az egyik próbán nem ment jól. Nem értették igazán a játékosok, hogy mit akarok abban, hogy improvizatív. És mondtam nekik, figyeljtek ide, ez olyan, mint egy kisgyerek kap egy Lego játékot, és akkor így nézegeti a srác, hogy pam, kinyitja a dobozt. Az első Lego játék, pam, papim, a második, oda teszi a harmadikat, taradintanti, a negyediket is kiválasztja, taradintanti, és összeteszi, és hirtelen a Lego játék hirtelen egy igazi mókus, és kirohan. És higgyék el, pillanatok alatt tökéletes volt. Ennyi az első szimfónia. Akkor most jön a második szimfónia.
Itt már Beethoven feszeget nagyobb távlatokat. Nem tudom, észrevették, itt egy óriási méretű 2,5 perces bevezető volt. Az első szimfóniában Haydni méretű 40 másodperces lassú bevezető. Itt már egy hosszabb, és itt föltűnt az, van egy d-moll két ütem. Tím, pipím, papam, pam, pam. Ez a 9. szimfónia első tételére emlékeztető. Kértem a játékosokat, hogy itt halálos kétségbeeséssel játsszák ezt a két ütemet, mert utána szüksége van a zeneszerzőnek a fény és árnyék játékra. Amennyiben itt ez a két ütem megszületik egy igazi dráma, a drámából való kijövés és az öröm játék egy óriási katarzist okozhat a közönségnek. Második tétel. Igen, egy Beethoven levél 1801-ben írta valakinek, és én ezt mindig zenekaroknak föl szoktam olvasni, ugyanis ez a lassú tétel, ez egy kvázi szerelmi vallomás, ez A-durban van, ami a szerelmes áriák nagy részében ez van, és itt azt írja Beethoven valakinek, mikor írta ezt a második szimfóniát, 1-2 évvel ezelőtt az öngyilkosság szélén voltam. A fülbajom miatt, de azt hiszem, most kijöttem a bajból, mert találtam egy hölgyet, aki szeret, és mi szeretjük egymást, és a végén azt írja, és ez az a híres mondat, hogy most már tudom, hogy engem a sors nem fog irányítani, én fogom a sorsot torkon ragadni. És a Deutsche Grammophonos vezérkarnak, mikor látták a kottámat, ez nagyon megtetszett, és ezt az egész levelet beletették a füzetbe is. Ez a tétel az van, hogy Larghetto. Maga Beethoven azt írta valakinek, kedves uram, meg tudnám mondani, hogy Larghetto az gyorsabb-e vagy lassabb-e az Andanténál. És ez egy örök kétely előadóknak is, hogy ez milyen tempóban van. Harmadik. Igen, ez azért érdekes ez, mert ez a menüett tétel helyén van, tehát a tánctétel helyén, de ezek már nem táncolható olyan gyors. Megjegyzem, már az első szimfónia szkercója sem táncolható. Tehát itt már fölgyorsult az élet. Szkercó egyébként humort jelent és tréfa. De viszont mondtam a zenekari tagoknak, hogy Beethoven leveleiből az derül ki, mert szeretek olvasni a nagy emberek leveleit, mert kiderül, hogy milyen személyiség, hogy a humora nagyon szarkasztikus, nem nagyon szimpatikus, hogy mondhatom, csak cinikus, szarkasztikus humora van a leveleiben. Úgyhogy mondtam, hogy tam, szóval egy olyan humor, hogy valaki beszél veled, de kinyílik a bicska a zsebedbe. Thank you.
miért írtam be, hogy a triót, az úgynevezett második részt, középrészt a szkercóból hallgassuk, ugyanis az egyik első kritika, amit Beethoven kapott egy bécsi kritikustól, azt írta, ennek a nagy zeneszerzőnek a lelkében a galambok és a krokodilok egymás mellett laknak. Arra célzás, hogy be van írva azt, hogy ez olyan kedves, dolce, behízelgő, egy cica doromból. És utána bevág azt, hogy tám, pám, ping, ding, 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 de hirtelen egy tigris áll előttünk. Most ha hallják, hogy rengeteg akcentus van. Na most én azt mondtam a játékosoknak, hogy durva ne legyen, de szerintem ebben a műben megszámoltam most 375-ször van akcentus az egész műben. Beethoven akarta feszíteni a lehetőségeket. Ne legyünk túl finomak, de agresszívak sem. Ez az utolsó tétel úgy indul, hogy valaki a vicc csattanóját mondja először, és utána a viccet. Viszont egy helyen előre viszem a tempót, mert ott valami Rossini hatás van. Rossini ezután a szimfónia után egy 15 évvel a nagy sztár lett a sevillai borbéjjal Bécsben, és még találkozott is Beethovennel, de itt már valami, mint hogyha megérezné az új idők szelét Beethoven Rossinival. Ez volt a második szimfónia. Most jön a harmadik. A harmadik szimfónián itt valami nagy dolog történt. Erőik a szimfónia. Itt Beethoven egy fantasztikusat ugrott előre, a méretek hihetetlen nagyok lettek, az úgynevezett kidolgozás sokkal hosszabb, mint az expozíció. Az első két tétel hosszabb, mint az első-második szimfónia önmagában, tehát az eroika, a tartalom mélysége. Thank you.
Ennek a harmadik szimfónia első tételének köszönhető nagy részben ez az egész Deutsche-Grammophon történet, ugyanis amikor meghallgatták 2017-ben, utólag hallottam, mikor ezt az első tételt meghallották, azt mondták, hoppá. A harmadik szimfónia valahogy tényleg különlegesen jól sikerült, azóta se tudom miért, és ez az, amikor azt mondják, hogy vannak olyan esték vagy napok, amikor hirtelen a csillagok úgy állnak. Az első két akkord, pam! Pam! És tari-ri-ja-lari-ja-ri. Engem nagyon zavart az, hogy mikor hallgattam felvételeket, de nem a régi nagyok, azokkal soha. Belehallgattam ilyen modern felvételbe, és pam, pam, és elég szemtelenül tari-ri-ja-lari, körülbelül így szól. Hogy mi hiányzik belőle, és akkor rájöttem, hogy itt megint Beethoven két oldalát halljuk. Az első két akkord óriási erővel rendelkező ember, aki torkon ragadja a sorsot, de a harmadik ütemben térdre esik, mert magányos. Itt egy esendő ember szeretetet kér. Második. Azt írja Beethoven, hogy gyászinduló, pianissimo, tehát a legalsó dinamika, de még hozzáteszi, hogy sotto voce, hang alatt. És valahogy nem sikerült, most nem az, hogy hangosan játszották, csak az a megrendültség nem volt benne. Mondtam nekik, hogy figyeljetek ide, itt valaki könnyek nélkül sír. Azért ezt a részletet azért gondoltam, hogy meghallgatjuk, mert Wagner mondott egy gyönyörűt erről, Richard Wagner, aki minden szimfóniát rengetegszer vezényelt, és imádta Beethoven persze, hogy itt az első szakasz lemegy, drámai első szakasz, és itt hirtelen C-mollba van, és C-durra vált a zene, oboa az már C-durba játszik, és azt írta Wagner, itt hirtelen Beethoven ablakot nyit a mennyországra, és be lehet látni a mennyekbe. Thank you.
Igen. Sempre pianissimo e staccato, végig pianissimo. Ez egy egész különleges dolog. 92 ütemen keresztül pianissimo, egy ütem crescendo és fortissimo. Megint egy kép volt, ami berántotta a játékosokat. Elkezdtük játszani, persze nem volt együtt. Jó, még egyszer. Akkor együtt volt, akkor nem volt pianissimo. Még egyszer, és akkor éreztem, hogy hát csak a felszínen vagyunk. Figyeltek ide, a macska meglátja az egeret. Mondtam nekik, ezt lemértem mondjuk, hogy 46 másodperc, hogy a macska nézi az egeret, és együttem alatt támad. És nem lett belőlem Carlos Kleiber vagy Toscanini, de az úgy együtt volt, úgy volt pianissimo, úgy volt tökéletes, hogy próbálom önöket beavatni a belső munkába is. Mehet a következő részre? Ez a vége a scherzo tételnek. Itt Wagner megint írt egy fantasztikusat. Az egész tétel vidám és gondtalan. De itt az utolsó tételben betesz olyan harmóniát, ami egy kicsit furcsa, és Wagner azt írja, nevető arcok, de hirtelen az emberek az ajkukba rapnak. Ez fantasztikus. Valami keserűség benne van. Mehetünk a negyedik tételre. Prométheusról balettet is, már ezelőtt, a szimfoni előtt egy pár évvel. Prométheus lerohan egy hegyről, és kultúrával, és az értékek felmutatásával, és morál megmutatásával szeretné jobbá tenni az embereket. Ez a tétel tele van óriási dinamikai és karakterkontrasztokkal. Azt meg kell, hogy mondjam, hogy itt a Verbier kamarazenekarnak van egy nagyon nagy éltető erő. Ők nem keresnek itt sok pénzt. Ők kapnak napi díjat, és gyönyörű helyen vannak fönt a hegyekben, de ők azt mondják, hogy tulajdonképpen itt, ezen a fesztiválon kilépnek a saját zenekaruk. Nagyon jó zenekarba játszik mindenki, de állásszerű játék. Szóval itt úgy érzik, hogy ez egy kaland. Itt valahogy, itt a hegyekben fantasztikus levegő van, nagyon szeretünk együtt játszani. Itt valami van, egy elementáris tűz és lelkesedés, nem tudom, hogy hallják-e, de valahogy pszichológiailag is ez nagyon egy érdekes pillanat. Csak mondom, hogy szerencsém van, szerencsefia vagyok. Thank you.
ez magyar zene. Jam, pam, param, pim, param, param. És amikor nem érezték meg, hogy kell, tanultunk népi táncot, és én elkezdtem, most nem merem maguk elő, de ilyen botot is előkaptam, és elkezdtem, figyelj, jam, pam, param, figyeljetek, ebben paprika van és hagymaszag. És azt is mondtam a játékosoknak, olyan energiával kell játszani, hogy egy parasztember, aki 12-14 órát dolgozik a földeken, annak az egyetlen öröme valószínűleg az életében az, hogy este a kosmába bevág nem tudom hány felest, és táncolnak és énekelnek. És a Beethoven hallotta Bihari Jánost Bécsben muzsikálni a bandájával, ez biztos, hogy utalás, vagy egy magyarféle zenélésre, de hallották, hogy az van, hogy pam, szünet, Tori, Jori, Jori, most bejön a Bécs levegője utána. Na most ezt azért mutattam, ez a végső kóda, ennél nagyobb extázis, kirepülés a világba, boldogságba alig lehet, amiket Beethoven meg tudott élni. Arra gondoltam vezénylés közben, hogy az ember sokat kínlódott, egyedül élt, fülbaja is volt, nagyon sok baja volt, de legalább a zenéjében megélte ezt. Akkor mehet a negyedik. Ez a negyedik szimfónia, ez úgy indul, hogy egy teljes ködbe, azt se lehet tudni, hogy milyen hangnemben vagyunk, egy B-vel elindul, pianissimo, mint valaki a sötétbe tapogatózik. Mint a festők, akik, hogyha ki akarnak emelni egy nagy fényt, egy sötétséget tesznek a fény elé, vagy köré, ugyanígy, én úgy gondolom, hogy a Beethoven ezt Haydn-től tanult. Haydn-nél járt zeneszerzői órákra, Haydn-nek volt ez a ő volt az első, hogy egy nagy sötétség és óriási fény beszökik, ugyanis a tétel egy frenetikus, boldog C-durban zajlik. Itt van az óriási hirtelen fényrobbanás, energia, örömrobbanás a darabban, a 43. ütemben, és itt, mint karmester, nagyon nagy kihívás az ember, mikor lelkes koncerten is hallja ezt, hogy ezt az óriási energiát egy zenekarból, nagyon-nagyon veszélyes, hogy az izom bekeményedik. A kottámba mosolyokat beleteszek néha, beletettem RF-et is, mert azokban a pillanatokban oldottnak kell lenni az izmoknak, az azt jelenti, hogy vigyázz az izmokra, mert hogyha túl bekeményedik, akkor agresszív forte fortissimo fog szólni.
Azért érdekes ez, mert Beethovennek van egy jellegzetessége, itt ez a dallam, ez egy skála. De ha ezt nem spirituálisan átélve, az angyaloknak átadva lelkünket játsszuk, teljesen unalmas tud lenni. És itt van ez, hogy nagyon fontos, hogy minden lépést szeretve és megjátszva. Tehát ezek nagyon fontos dolgok. Ez a tétel, ez idillikus, sőt az egész Beethoven 4. szimfónia szinte nincs sehol dráma, de itt, 4 ütemre beletett egy őrült drámai eszmol részt, később, mikor vezényeltem a Pastoral szimfónia viharját, kell, nem lehet, hogy Beethovennél az egész mű problémamentesen menjen le. Itt, ezen a 4 ütemben kétségbe esett. Igen, láttam Leonard Bernsteinnel egy fantasztikus 5 perces videót, ahol azt mondja, természetesen Beethoven az egy óriás, az egyik legnagyobb zseni, aki valaha élt. De hogyha megnézzük a hangszerelését, az nem a legjobb a világon. Ha megnézzük az a harmóniai gazdagságot, annál Schubert, Brahms, Mahler izgalmasabbakat írt esetleg. És akkor még egy pár zenei paramétert mond Bernstein. Igen, ezt most mondhatjuk, mint kis emberek, de hogyha az egészet összetesszük, fantasztikus. És most azért mondom, hogy például ez a scherzo csak az első hegedű játssza a nótát, mindenkinek fortissimo van beírva. Ha nem csináljuk azt, hogy a rezeg és a többi szólam icipicit kevesebb, nem hallja senki, hogy mi a téma. Most itt ennél a tételnél volt egy nagy dilemmám, de szerintem biztos más karmestereknek is. Ide be van írva, hogy allegro manon troppo, ami azt jelenti, hogy friss, de nem nagyon. Viszont ez nagyon gyors tempóval játszott. Iszonyú gyors tempó, ahogy mi játszunk. Én nem tudtam elképzelni lassabbat, és utána olvastam, és megtaláltam, hogy az eredeti kéziratban csak allegro van. Nincs manon troppo. És egy piros tollal a nagyember utólag írta, hogy manon troppo, ő vezényelte a bemutatót, és el tudom képzelni, mert ott nem voltak ám sok próbák, el tudom képzelni, hogy nagyon gyors tempót vett, és hát esetleg szanaszét lehetett. Hazament, a fene egye meg, non troppo. És akkor ez, hogy ezt megtaláltam, allegro volt eredetileg, bűntudatom elment, és gyerünk, ezt a tempót játsszuk. Most akkor elmegyünk az 5. szimfóniára. Thank you.
minden karmester tart az elejétől, nem könnyű vezényelni ezt, hogy japapapám, de most az ötödik szimfónia, persze mindegyikünk ismerik, az hihetetlen az, hogy a világ egyik leghíresebb tétele abból áll, hogy tita, titi, ezt egy gyerek pötyögheti a zongorán, tita, tita, és erre épül szinte az egész, hogy a világirodalom egyik legzseniálisabb tétele. Most itt egy óriási kihívással néztem szembe, mert ugye halljuk, hogy micsoda őrült energiák vannak a zenében. És itt, amikor ezt vezényeltem 2012-ben, hirtelen megdöbbentem, mert majdnem elvesztettem a fejem. Itt, hogyha ebbe a szimfóniába túlságosan az ember megbabonázódik ettől az őrült energiától, akkor elvesztheti az úgynevezett ütés tisztaságát. A hirtelen arra gondoltam, hogy hoppá, hoppá, hagyjad őket játszani, hagyjad! Hét percig zakatol ez az energia, akarat zene. Az biztos, hogy ilyenkor ő a teljesen a emberi karakter, érzések másik oldalát világítja, ugyanis Ázdúrban ír, itt a szeretet zenél. Ázdúrban írja, hangnemeknek volt jelentése, például Berlioz azt írja, az Ázdúr ez az a hangnem, melyben a lélek egy földön túlihoz felszáll. Isten békéjét hirdeti. Tétel kezdete. Berlioz azt írta erről, eleje olyan, mint mikor egy hipnotizőr nézi, akit hipnotizál. Van valami ördögi a dologban. Igen, ez az átmenet a híres utolsó tételre, ez pianissimo van beírva, és mikor Schumann ezt először hallotta, ezt az ötödik szimfóniát, azt írja, hogy itt ebben a bevezetőben egy kisfiú ült mellette, és a kisfiú hirtelen megragadta ingemet, és németül azt mondta,
bácsi, nagyon félek. Árnyból a fénybe le fog törni a fény. Na most ez egy érdekes dolog, persze itt egy óriási ünnep van. Na most ez egy nagy dilemma, mert ugye fortissimo, de azért mégiscsak ez egy öröm. Elementáris öröm, szóval ne legyen túl kulturált. Azt szokták mondani, hogy a páratlanok azok erőteljesebb, férfiasabb, a második oldottabb, mondjuk persze nagyon nehéz így leredukálni dolgokat. Az első-második szimfóniánál ez nem működik, mert a második szimfónia az forradalmibb és kitörőbb, mint az első szerintem, de a harmadiktól igen. A harmadik szimfónia, eroika szimfónia, eszméletlen mély tűz, a sorsot torkon ragadó ember zenéje, a negyedik líraibb. Az ötödik szimfónia, japapapám, ez a hihetetlen energia, akaratzene. Hallatszik, hogy ez az ember nem hajolt meg az arisztokraták előtt. Hallatszik az ötödik szimfóniából és ezekből az akaratzenékből, hogy ő odaszólt Goethének, mikor jött egy főherceg, nehogy meghajolj, nagyobb ember vagy, mint ő, de a Goethe meghajolt. De a Beethoven így várta. És már nem tett föl parókát élete második felén. Tehát ötödik az egy ilyen, a hatodik az oldottabb, pastorálisabb. A hetedik szimfónia az egy őrült tánc, megint a kitörő férfinek a tánca. A nyolcadik oldottabb, bár ott azért fantasztikus dolgok vannak. Tehát férfias oldott, és aztán jön a kilencedik, ami mindent önmagába tesz bele. Óriásiak a zenék. Most akkor a hatodik szimfóniából hallgatunk. Most itt Beethoven beírja, ez az egyetlen szimfónia, ahhoz hozzáír tételcímeket, vidám, megkönnyebbült érzések, amikor az ember falura érkezik. Ahogy belép a cselló és a brácsa, azt mindig mondom, hogy ez a föld illata, mikor valaki lemegy a városból és megcsapja a föld illata, az állatok illata az istállóból, és tíram pimpi, jararam, pamparari, jararam, képzeljék el, hogy Bartók Béla, amikor emigrált New Yorkba, 1940-ben kapott egy állást a Columbia Egyetemen, hogy sajtó alá rendezzen horvát-szerb népzenei gyűjteményt, és megtalálta Bartók 1940 végén, hogy ez egy szerb népdal. Na most, tempóval kapcsolatban nekem dilemmáim voltak. Be van írva, hogy allegro ma non troppo. Szóval ne legyen túl gyors a tempó. 10 évvel ezelőtt nagyon gyors tempóba vezényeltem. Akkor visszahallgattam, az túl gyors. Akkor kicsit levettem a tempót, ez megint egy kicsit levett tempó. Láttam Solti György kottáját Londonban, miután meghalt. 2 napig nézhettem a kottákat. Ne tudják meg, hogy micsoda változások vannak. Ő nem radírozta ki, ő beírt egy metronomszámot, kihúzta.
lassabb, gyorsabb. Vannak Beethoven tételek, hogy 13-14-szer átírja az ember, mindig más, mert azért a pulzáció nagyon fontos. Bach, a patak partján. Nem könnyű csinálni, ehhez rengeteg kurázsi, morális tartás kell a zenészeknek, mert ugyanis sok zenész az egész tételben csak a patakot játsza. 12 perces darab, 10 percen keresztül ezt játsza, de ha ezt megunják, ha ez statikus lesz, akkor nincs patak. Ez pedig a híres madárkoncert a tétel végén, azt írja élete végén egy barátjának, a Pastoral Szimfónia lassú tételének a végén meg szerettem volna örökíteni a szerzőtársaimat, mert én tényleg egy patak partján írtam azt a tételt, és a fűr, fülemülő és a kakuk velem muzsikáltak együtt. Úgyhogy megörökítettem őket. Na most itt van egy érdekes dolog. A kottában úgy van leírva a fuvola, ami a fülemülét. Tam, pam, lariam, tiam, láram, piam, piram, piram, pam, pam, pam. Ki van írva ez? Múlt nyáron találkoztam Simon Rattle-lel, kérdeztem dolgokról, a Beethoven szimfóniáról, és azt mondja, hogy ő szerint a madár koncertet lehetne másképp is játszani, mint hogy le van írva. Hogy láram, piram, pira, tira, 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 tira. Szóval nem tíja, pára, pira, trrr, hanem hogy az egész egy fülemüle folyamatosan átmegy a trillába. Falusi emberek boldog tánca. Durván ne játsszuk, de viszont szépelegve, meg túl szépen sem. A vihar.
ez pedig a híres vihar, szükség volt egy drámai magra, hogy utána a pásztor imája Istenhez, hogy elment a vihar, hogy igazán katartikus legyen, kellett egy őrült vihar. Pásztor hála énekel az Istenséghez. Igen, hogy elment a vihar. Személy szerint úgy érzem, hogy végeredményben nem pásztorról van szó, hanem Beethoven magáról, és valahogy úgy érzem, hogy ez a vihar az ő pastoral szimfónia előtt 3 évvel levő öngyilkosságra utal. Ő tényleg az öngyilkosság szélén volt a fül problémája miatt, és így szerintem Beethoven térden állva köszönni meg a Jóistennek, hogy ő túlélte ezeket a nehéz éveket. Na most ez érdekes, most miközben ezt hallgatom, ez volt az utolsó mámoros tetőpontja a darabnak, mielőtt lecsendesedik az egész. Egyszer állítólag a Bécs környéki erdőben sétált, ő leírja, és azt mondja, olyan hihetetlen hálát éreztem az Isten iránt, hogy ilyen gyönyörű életem van, hogy ilyen gyönyörű erdőben sétálok, és a nap fölöttem, hogy hirtelen térdre estem, és imádkoztam, hogy milyen boldog vagyok. Pár perce később a rendőrség letartóztatta, mert egy valaki furcsa alak valahol furcsán bolyongott az erdőben. De aztán a szabadon engedték. Akkor most jön a 7. szimfónia. Thank you.
Bevezető ez A-dúrba van. Ez is egy nagy kihívás volt, hogy A-dúr az a fény és szeretetnek a hangneme is. Forte kezdődik, de ne legyen kemény, nem, hanem mint hogyha megnyílna megint egy kapu a mennyországra és a fény felé. Kitaláltam egy effektus 15. ütemtől, hogy tíjá, egy diminendo crescendo effektet, amit a második hegedű túlságosan eltúlzott, az első hegedű meg egyáltalán nem. Az ötlet nem rossz, de nem egységesen csináljuk, és kevesebb több lett volna. Tipikus ez a kódája, a vége az első tételnek, és mielőtt a nagy fény kitör, megint, amit ismétlek, megint árnyékot és sötétséget tesz elé. Szerintem Beethoven a padlóról felállás nagy művésze. És itt is ez van. Thank you.
csodálatos zene természetesen, néha nagyon lassú előadásban lehet ezt hallani, Allegrettót, és itt az a nagy kihívás, hihetetlenül föl van építve a csúcspontig az elejétől, és főleg ilyen emocionális emberekkel, mint a Verbier Festival Chamber Orchestra, az olyan, hogy ott tényleg uralni kell, mert bármelyik pillanatban hihetetlenül fölnőne a hangerő. Ez az egyik, a másik, hogy beosztani az utolsó pillanatig, és ez 93 ütem volt idáig. De azt mondtam nekik, hogy mindenki, ahogy elkezdi játszani, hogy tím, pam, 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 92 ütem felütés a 93-ra. Tehát mindenki felejtse el, hogy ütemvonalak vannak, és mindenki árad előre, mint a patak a Pastoral szimfóniában. Az Amadeus film milyen jót tett Mozartnak, hogy rengeteg ember a film miatt megszerette a Mozartot. Ugyanígy a Király beszéde című film, az angol király, amikor harcba szállnak Hitler ellen, ez a tétel megy végig, zseniálisan van leírva. Az én egyik lányom és egy egész fiatal generáció, nagyon sok barátjuk Genfben megszerette a hetedik szimfóniát a film miatt. És amikor vezényeltem Genfben, akkor rengeteg fiatal eljött a koncertre. Néha egy nagyszerű film sokat tesz komoly zenéért. Ez a presto, már olyan szkercó, ami már nem is gyors, hanem a leggyors. Ennyire fölgyorsul már a szkercó. Eredetileg Mozartnál, Haydnnél még elegáns menüet volt, de most már ez ilyen gyors. Nagyon fontos, hogy tudjon egy zenekar nem csak egyféle fortét játszani, hanem 20 félét, illetve hogy azt hiszem, ez sikerült, hogy örömteli forték jöttek. Assai meno presto, ami azt jelenti, hogy egy kicsit kevésbé gyorsan. És aztán megnéztem Beethoven metronom számait. Azok a metronom számok túl gyorsak, de a Székelytől tanultam valamit. A Székely Zoltán azt mondta Bartókra, hogy ő játszott együtt Bartókkal, és a Bartók azt mondta neki, figyelj ide, Zoltán, én a közepesebb zenészeknek írom be a tempókat. Te nem vagy egy gép, nem kell eltalálnod, egyet viszont kérlek, hogy nézed, az arányokat a számok között. De hát az arányoknak meg kell felelni, hát nem tud, úgyse tud eltalálni koncerten. És itt választottam a tempót, és Beethoven beír egy tempót, 132, mindegy, és a 84-et ír erre a trióra, és akkor százalékosan kiszámítottam, hogy mekkora amplitúdóba tudom szabad ezt nekem vezényelni, ahhoz képest, hogy kezdem az elejét, hogy tényleg hiteles legyek, tehát a bartóki szellemnek is megfelelően. Tehát örülök, hogy ilyen emberekkel találkoztam, mint Székely Zoltán, aki ilyenekre zöld utat adott nekem. És aztán én arra gondolok, hogy ez egy osztrák Lendler. Tíram, tíram, horariam, pam, pam. Na csak ez volt a háttere annak, hogy milyen tempót választottam, ami gyorsabb, mint sokkal menősebb, mint általában, ahogy szokták című fejezet. Természetesen ez egy őrületes, szenvedélyű, őrült táncforgatag, amire Clara Schumann
a apja azt mondta, hogy Beethoven ezt csak ittas állapotban írhat, tehát annyira őrült. A Karl Maria von Weber is azt mondja, hogy ez a tétel, ez belépő egy gyógyintézetbe. Tele van szforcátokkal, őrült energia. Ez a végső mámor, és egyszerűen kirohan a világból örömébe Beethoven. Fölrepül. Csináltam egy nem tudom, észrevették-e, volt egy tamperi, egy diminendo, lehalkulás. És abból megint föl. Ez nincs a kottába. De hogyha a hatást erősíti a végső halleluja, akkor lehet. Köszönöm, ez volt a hetedik, most jön a nyolcadik szimfónia. Ez az egyetlen Beethoven szimfónia, ami kitörő örömmel és dallammal kezdődik. Ez az egyetlen szimfónia, ami olyan, hogy önökhöz becsönget valaki, kinyitják az ajtót, és nem azt mondja, hogy jó napot kívánok, Kovács Géza vagyok, hanem nagyon boldog vagyok, értik? A próbán első négy ütemmel eltöltöttünk 20 percet, ugyanis úgy játszották, mondom, igen, de ez túlságosan motorikus. De viszont ezt nagyon nehéz ám csapatba megcsinálni, ezt a rubátózást. Akkor mondtam, figyeljetek, énekeljük el együtt. Szóval ebben vannak ilyen görbességek az időben, tehát nem metronomikus. Elénekeltem kétszer-háromszor, na most egyszerre. Akkor sikerült egyszer énekelni, na játsszuk, és akkor hirtelen jött. Thank you.
alig merem mondani, hogy a visszatérés pillanata az hangszerelésileg nem a legszerencsésebb, ugyanis mikor másfél perc tombolás után jön a visszatérés nóta, és az beteszi a basszusba és a két fagotba. És az egész zenekarnak háromszoros fortissimót ír, ez szinte lehetetlen megoldani. Bajba is voltunk, mert amikor meghallgattam a felvételt, azt hallom, hogy hát nem nagyon lehet hallani a basszust. Kellett halkítani az egészet, egy icipicit halkítani, hogy hallatszódjon, viszont most az lett az eredmény, hallatszik ugyan a basszus, csak éppen nem háromszoros fortissimo a visszatérés. Nagyon nagy kihívások vannak ilyen Beethovenekben. Ez a lassú tétel lenne itt. Itt megint meglepetés van, mert mindenki várja, hogy egy gyönyörű dallam jön. Allegretto scherzando. Ez meglepetés lehetett Bécsben, amikor hallották. Minden hangja ennek a tételnek mosolyog és vidám. Ez meg tempo de menuet, a menuetnek a tempója, írja Beethoven, és sajnálom, hogy nem vettem 100%-ig a koncerten 126-os, de így se rossz. De ez az alatt van, amit ő beírt. Kurták tanár úr azt mondta, hogy egyébként, ha az ember nem hallja a darabot, fejben mindig gyorsabbat ír le, mint amit életben hallan, szeretne, mert gyorsabban gondolkozunk, mint amit kijön. De sajnálom, hogy ez nem lett folyékonyabb, de én nekem itt ez a tánc, ez tíjalárari, beír ilyen sforzátókat. Azt mondtam, hogy ezek matrózok tánca a hullámokon ringó hajón. Ez megint egy nagyon vidám tétel. Itt éreztem azt, hogy talán kicsit kevés volt 4 cselló és 2 bőgő. Ebből kiindulva már a 9. szimfóniában megnöveltük jelentősebben a cselló és a bőgő szólamot. Vége van a 8. Na és most jön a 9. szimfónia, ami tavaly nyáron volt, és elég jól sikerült így.
engem nagyon sokat segített az, hogy találtam Robert Schumannnak egy idézetét, hogy tulajdonképpen a Beethoven 9. szimfónia az nem más, mint a káoszból, mielőtt a világ még nem teremtődött meg, a sötétségből hirtelen születés varázsa történik. Második hegedű és a cselló ilyen szextolákat játszanak. És azt mondtam, fontos, hogy együtt legyen, de végén nem ez a lényeg, a közönségnek az kell, hogy itt valami a születés varázsa legyen. Nagyon sajnálom, hogy a kürt megszólalása, hogy kezdődik a darab, azt nem lehetett lejjebb vinni. A kürtösök nem merték a... Ezt beszéltem a Simon Rattle-ről, azt mondja, hogy ez egy marha nehéz pillanat. Két kürtös kezdi, alattuk a pianissimo, egy quintel, és az óriási bátorság kell és tapasztalat, hogy valaki pianissimóval megmerje fújni. Itt azt írja Beethoven, hogy allegro manon troppo un poco maestoso. Nem túl gyorsan, és még maestoso is. Itt az a kihívás van, hogy nem túl gyors tempó, de az egésznek egy óriási íve kell, hogy legyen. Két oldala van a dolognak, szóval nagyszerű zenészek is kellene, akik végrehajtják. Megint számomra az lényeges volt, hogy Beethoven személyiségének a két alapkarakterét mutassuk. Az egyik van egy őrületes energia, hit magában, az igazságot sohasem megtagadni, még a trón előtt sem. Azt írja, hogy torkon ragadom a sorsot, erősebb vagyok a sorsnál, tehát ez az őrült energia benne van, de pillanatok alatt átmenet nélkül ez a szeretet vágy. Tenere mente, és mondtam nekik, hogy ugyan pianót ír be, ne játszanak túl hangosan, de azért végeredményben a lényeg az, hogy ezt a belső melegséget a közönség megérezze. Ennek örülök, ez most hallatszik. Na most ez Beethoven leghosszabb, és zeneirodalom egyik leghosszabb scherzo tétele. Ez a tétel 14 perces, most tudom, hogy nem kilóra mérik a művészetet, de általában a vonos négyesekben is, a későiekben nem éri el, ha most percről beszélünk, a 7-8 percnél hosszabbat semmi. Itt ez egy óriási méretű scherzo, és azt hitték a régi előadók, hogy Beethoven véletlenül írta a szkercót a második tételnek, mert minden, az első 8 szimfóniában a lassú tétel a második. És voltak régen karmesterek, és Richard Wagner volt az első, aki azt mondta, hogy nem lehet. Második tétel a szkercó, a Wagner vezénylése előtt megcserélték a lassút, és ezt tették harmadiknak. És aztán én gondoltam valamire, hogy ez miért lehet, hogy a Beethoven ezt miért akarta. Azért, mert akkor már tudta, hogy jön a negyedik tétel, az örömóda. Először használ valaki énekkart és énekhangot szimfóniában. Őt robbantani akart egy óriási energiát és örömet. Ha viszont ezt a tételt tette volna a harmadiknak, ez a tételnek az óriási energiája csökkentette volna annak a robbanását.
És a lassú tétel, az a műszíve, az egy fantasztikus bensőséges tétel. Neki szüksége volt, hogy a bensőséges lassú után robbanjon a utolsó tétel. Szerintem ezért van itt második helyen ez. Na most még valamit, hogy elindul a tétel, pimpram, pampram, jampram, pimpram. Na most be van írva, hogy pianissimo. Most mindig mondom, hogy nem sikerült pianissimo, így sikerült. Egyszerűen elmondhatatlan, hogy ez micsoda zene, hogy micsoda szeretet van benne, és azt hiszem, ez szépen sikerült. Akkor is, hogyha egy icipicit vehemensen szól, mert csak azt írja, hogy mezza voce, de azért azt mondtam nekik, hogy én szerintem ez megint a Pastoral Szimfónia utolsó tétele. Beethoven térden állva köszöni meg az Istennek és a sorsnak, hogy ő él, és még mind 54 éves volt már. Ez egy hálaének, de ez a zene, ez fantasztikus. Ez a finálének az a legeleje. Most ez egy nagyon érdekes dolog, hogy ugye itt azt fogja hirdetni Beethoven a Schilleri költeményre, hogy mindenki mindenkinek a testvére, egymást szeretjük, egy óriási, egy ilyen embereket összefogó óda, szimfonikus költemény, és direkt eszméletlen diszonanciával kezdi. Rettenetes ilyen harmóniák, úgynevezett diszonanciák vannak, ez arra való, hogy a később, mikor jön majd, hogy az az ima, az a korál katartikusan hassa meg az embereket. Tehát itt megint a Beethoveni, szerintem a dramaturgia és pszichológia, hogyha akarsz egy békét vagy egy fényt, akkor mellé sötétség és küzdés és diszonancia.
Igen. Természetesen a híres dallama a 9. szimfónia fináléjának itt egy dilemmában volt részem. Először a basszus játszott 3x8 ütem, utána bejön a brácsa, és akkor, mikor az első hegedű belép, akkor írja be, hogy dolce. Akkor azt mondtam, hogy persze ne játszatok fahangon, átszellemülten, de cukor és méz ne legyen benne. Szóval ennek őszintének kell lenni. És akkor, amikor bejön a első hegedű, ott kérte a nagyember, hogy megszólaljon egy különleges hang. Tizenkét évvel ezelőtt fölmentem a Fischer Iván lakására, és mondom, Iván, mesélj egy karmesterségről. Azt mondja, figyelj ide, mikor én először vezényeltem a 9. szimfóniát, mondja ő, és azt gondoltam, hogy amikor ez a kitör az öröm a kóruson, akkor nekem eszméleten nagyokat kell kaszálnom, ugrálnom, és minden, hogy a kórust be tudjam melegíteni. Viszont azt mondja, most nézd meg, a Klemperer mit csinál. Klemperer ül élete vége felé, így ül a Royal Festival Hallba, így ül, és tulajdonképpen semmit nem, szinte az ujjaival, így hirt fölnéz a kórusra, de ilyen eszelő szemekkel, és így, és mint egy atombomba fölrobbant az énekkar. Tehát miközben itt, tudja mindenki, aki velem játszott, nekem túl nagy a fizikai mozgásom. Persze itt is csináltam, csak tudtam, ha túlságosan belelkesülök fizikailag, az egy icipicit blokkolja az énekeseket. A basszus, aki először énekel a darabban, és ez egy forradalmi pillanat, mert soha még énekhang nem volt szimfóniában, az nem Schiller szöveg, az Beethoven saját maga. Küzdő, kaotikus hang van, és belép az ének, aki azt mondja, barátaim, nem kell ez a hang, tehát nem a diszonáns hang kell. Valamire szükségünk van, ami sokkal felemelőbb, és minden embert felemel. Ezek Beethoven szavai, ezt én nem tudtam, ez nem Schiller. És akkor jön utána Freude, Schöner, Götter, Funken. Tehát csak amikor az egész kórus belép, attól kezdve Schiller. Most jön a végső öröm. We'll be right back.